A 7 ponttal előtte álló Rákos Mente együttesét fogadták hazai pályán a marosmentiek. A kezdő sipszót követően egyenrangú játékot mutattak a felek. Mindkét oldalról adódtak lehetőségek, kidolgozott helyzetek. A találkozót már az első percekben eldönthette volna a visszatérő Molnár János, azonban távoli lövését a vendégek kapusa bravúrosan hárította. Ezt követően a Rákos Mentiek felperzselve kezdtek el futballozni, és többször is eljutottak a makói a gólvonaláig. Ennek köszönhetően a 14. percben meg is szerezték vezetésüket egy szögletrúgásból adódóan. A haziak szétestek, pontatlanul játszottak, így 0-1-es vendégsikerrel fordultak a gárdák. A második félidőben feljavult a fehérek védekezése, agresszívabbá is váltak. A mérkőzés 56. percében már egyenlíteni is tudtak Molnár találatával. Majd a 63. minutonban Babalek Zoltán a védőket kicselezve talált be a kékek hálójába. Két perccel később beütött a krakkamaros partiaknál, ugyanis második sárga lapját is megkapta Tóth Imre, így piros lappal kiállították. Azonban a Rákos Mentiek emberelőnyüket nem tudták kihasználni, tehát a végeredmény M-foci Kft. Rákos Mente KSK 2-1. Az igazság az, hogy nem játszottunk jól. Belaludtunk az első fél időbe. Egyenes következménye volt annak, hogy kapunk egy gólt, figyelmetlenségből, pontrugásból ráadásul. Az első fél időben borzasztó rossz felfogásban játszottunk. Ettől függetlenül meg voltak a helyzeteink, de védekezésben borzasztó, hogy gyengék voltunk. Nagy területen akartunk védekezni, szélesek voltunk, hosszúak voltunk, tehát minden hibáját a terület védekezésnek felsorakoztattuk. De ettől függetlenül azt mondom, hogy volt 5-6 olyan lehetőségünk az első fél időben, amivel élni kellett volna egy ilyen 6 pontos mérkőzésen, sajnos ez akár meg is buszolhatta volna magát. Babalek Zoltán negyedjére volt eredményes ebben a szezonban, amivel a házi góllövőlista élén áll a télen érkezett Molnár Jánossal egyetemben. Első fél idő második felején már tényleg sokkal jobban játszottunk. Jöttek a helyzetek, nekem is voltak lehetőségeim, de sajnos nem tudtam értékesíteni. A szünetben helyre raktunk mindent, és kimentünk, és úgy gondolom felszántottuk a gyepet, ami kellett a 3 ponthoz. Jöttek a gólok, lehetőségek, én úgy gondolom meghálálhattuk a szurkolóknak azt, amit kaptunk az eddigiek során. Az M-foci Kft. Még mindig a tabella 14. helyén áll, a következőekben pedig 7 nagyon nehéz mérkőzés vár rájuk. Most szombaton Dunaújváros otthonába látogatnak, majd a bajnok esélyes pécsieknél lesznek vendégek.